Sziasztok, én Norbert, sütünk az FA 2020-ban, és folytatjuk tovább a saját csapatos karrierünket, mégpedig a Bahreini nagy díjjal. Ma is elkezdjük az első szabad edzést. És nyilván ugye száraz lesz az egész hétvége, szóval ettől nem kell tartani ezt a ső. Meg ugye itt Bakrányban nem is szokott lenni. A zöld lett mind a kettő, az hogy... Helyik, azt én se vágom. Miért maradt ki, nem is értem. Ettől függ, hogy meg lett a lila. Ha, lilára csinálunk már mindent itt hátul. Hát így már... Sanszos. Na és így is van. Na és akkor jött a gumikezeléses programunk. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Thank you.
Non, là, là. Et on meurt, hein. Ah, ça. Ah non, on est sûr, moi, j'ai qu'à l'autre auto. The session has drawn to a close. Mais je crois que tu as dit que Hát ez egy jó nagy szar lett. Bátyjuk erre, de nem nézzük meg újra, mert tudja, hogy jó. Mert legalábbis jobb lenne attól. Mondja, annyit nem ront a kanyarokban az a beállítás.
Na nézzük a versenystratégia, milyen lesz. Na szíves, mert nem lehet meg. Na már! Hát ezt nem hiszem el. Ennyire szar a versenytempónk is. Hát az elég, tehát. Még a versenytempónk is ennyire fos. És akkor jött a harmadik szabad edzés. Na és itt az üzemanyagos maradt még meg az elszes is, ennyi.
Okay, decent lap there, but there's... Király. Na viszont sima is volt. Nem gondoltam, hogy ilyen könnyen sikerülni fog. Na és még maradt az összes. Efficiently throughout the lap to hit your target time. The overtake button will drain the battery quickly, but it will also give you maximum power. Gyerünk! Megvan, jó van. Na, mehetünk is tovább. It's time to remind ourselves of our top three. Who are? És akkor csapassuk. Thank you.
Na, de jó körnek tűnik. Latifit vertük is. És hát simán elbasztom abban egy kanyarba. Nem hiszem el. So far, our fastest lap is a 1 minute 27.9. Ezt valahogy sejtettem, hogy nyáltam leszünk. Friss gumival csapatjuk neki. Two laps of fuel remaining. Nincs meg. Hát megint kiestünk. Bassza meg. És rossz szabadított a Q2-be. Azért az szép. Meg nekem se kellett sok. Ha egy picit javítok, akkor benn vagyunk én is, de... De nem. Így kiestem én, Csabi Nagy, megnézem Latifi, Alézi és Nick de Vries. De ez jó azért, hogy a Q2-t el is csípjük, vagy ott mondjuk a közelében.
Na és akkor jött a verseny. Set for another enthralling race here in the Kingdom of Bahrain. A Ferrari stronghold in years gone by, but will they be able to add to their record today? Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let me ask you about Renault. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. It's time to see how our drivers are doing after yesterday's exciting qualifying session. Volt esetleg valakinek büntetése vagy ilyesmi? Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Vettel, Carlos Sainz, and Verstappen, Albon, Ricardo, Ocon, and Sergio Perez. Norris, Kvyat, Lance Stroll, and Gasly, Russell, Grosjean, O'Connor. Azt megvette Grosjeant. Magnussen, Latifi, szép azért. Nick de Vries. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Na, adjunk neki egy kis kakaót, és utána csapathatjuk. Na, zsír. Thank you.
is clear. Weather is looking good for now. Az úgy veszem észre, hogy jó pilótát igazoltunk Russell személyében. Mert ő hozza, amit kell. Nem olyan, mint ugye Latifi volt meg a Lazy, hogy mezőnyén kullogott. Egy ilyen pilóta kell. És ha ez így megmarad, akkor marad a következő évre is. Na nézzük a rajtot! És Russell a 9. Na, Russell-te rohadt szép rajt volt. El fog fogyni az ersz. Hoppá, Perez elfékezte. Gondolom. Ez mit csináltott? Még szerintem ő se tudja. That's me. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car. Ezek van DRS-sel, mennek vagy mi?
Na, kriát. Én faszául lemaradtam Strollékról. Majd nem is tudok közeledni se. És nem vágom, hogy miért. Ez hülye. Hát ez hülye tényleg. Fogja arra, hogy basz, mehet tovább. De nem így működik. A 9. helyet Russell. Ez tök király.
Na, most egy szép kör volt. Egy kicsit kiraktam Norris-t. Hát így járt a fiú. Persze, hogy távolodik így is. Russell jelenleg a harmadik, ha jól számolom. Szerintem ott van még Stroll előtt. De mindjárt megkérdezzük, hogy hanyadik. Ezt hülye, mit csinált? Miért akartad kilökni? És Gasly állt a tátúról, ha jól láttam. Sőt, még a McLaren is beleér. De megúszta egy szájtöréssel. Isten, mit bénáztak ezek? Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Some information on Leclerc. It looks like the problem is terminal. They're retiring the car. George is coming in for his stop. Okay, copy that. Pit box is currently full. Stay out on track. Stay out on track. Russell volt bent. Exit. 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 Tehát lányomom, hogy közepesen annak mindenkinek van egy kiállása. Akkor még mindenkinek lesz.
Leclerc mit akart ott? Most se értem. Alice itt van mögöttem. Williams-szel. To go racing again, the safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Ugye megelőzte Ricardo és én is. Nem tud jönni, mert van Red Bull. Legalábbis olyan drasztikusan nem közeledik.
saját Ricciardo, hogy megelőzte Ocont is. Russell ott jön mögöttük. Ott az vezet, tudom. Ezt a pen csak követni tudom. Igen, még nincs DRS. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Hirtelen föltámadt a Red Bull. Jól láttam, Russell megelőzte Ricciardót. És ja, jól láttam.
Ezt éppen nagyon van a Schengenbe. Történt. Ó, na már, Russell. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Yeah. Virtual safety car, reduce speed immediately and keep a positive delta. Russell kiesett csóri. Until the green flag, VSC ending, wait for green. Hogy milyen jó menne. Hát akkor fejszni kell majd így a izőt is. Megbízhatóságot. Na, nem akarja, hogy így. Ugye. Pont szerzőjekre lesünk ki. Mert most már ezzel kell számolni. Okay, gap ahead is 9.4 seconds. Abban a boxban. Most mondja, hogy Russell kiesett, hát... Ez kész. Elvileg a 24. körbe megyünk a boxba. De meglátom majd. Adta fel gumik, hogy bírják. Fettel az a boxa van. Megy Ricardo is. Ben behemiyat alış.
Hamilton is stopping now. De és a mögött nem lévő kettő is. Ah, van a harmadik. Jelen pillanatban. Na kíváncsi, hogy meg lesz a Bottas. És meg. De a barnak nincs meg. Abban messze volt. Képes rám hozni. Yeah. Miért oda mellém? Kezdjük ott. Ha már látja, hogy nincs hely. Csak bejön a barma. Thank you.
ugyanazt a hibát elkövető, mint Perez. Perez is így hibázott itt. Hú, nagyon kopnak ezek a szárgumik. Van 4%-os. Van 80 körül lesz a vége fele. A bal első. Ah, hülye! Nem is féltem, hogy ott a box van. Nem akartam neki vezetni. Ez hülye gondolás volt. De ez kész. Felszorít a falra. Itt kívül kell maradni, ez működik. Hárman egymás mellett, az szép.
visszajött Bottas is a buliba. Sőt, egy McLaren is itt van már. Of fuel remaining. Hogy az Istenbe tudott ott maradni? Hülyában. Elvannak. Hetvenötös a bal első. Nem bírta ki. Okay, clear. There's three laps of fuel remaining. Nyolcvanöt-nyolcvanhat százalékos lesz a végére a gumi, ha szét nem megy. Hogyhogy nem az enyém a DRS. Persze.
Fura volt, hogy az előbb olyan gyorsan utoléltem, mitől? És eljátszik egy Hamiltont. Csak Fetternek nem tört le a szárnya. Annyi különbség van. Nagyon vészes, hogy bal első. Próbálok vele finoman kanyarodni, hát ha nem durran el a végéig. Jól annak kibírna. Utolsó kör. Miért olyan tovább? Ott jön Ricardo mögött. Azt hittem, hogy ment a boxba. Mi 85%-os a gumi. Persze, gyere elém. És megvan, yes, ez az! Először nyertünk ebben a karrierben. És én lettem a nap versenyzője. Hát meg se gondoltam, hogy ezt megnyerhetem. De a motorunk az már nagyon jó. És hogy akkor én nyertem? Albon és Bottas előtt. Let's have a quick look at how the driver standings have changed. Alexander Albon takes the lead of the Drivers' Championship. Ricardo negyedik lett. Hette végül 8. És is följöttünk a negyedik helyre. Mindössze 7 pontra vagyunk Albontól, hogy vezeti a bajnokságot. Perez és Bottas előtt. És a Red Bull vezet a konstruktőrit. Följöttünk a negyedik helyre. Ferrarinak csak 4 pontja van. Az Jesus. Out there today. Let's have your thoughts.
You took the top points today. You really cut your way through the field today. What was your strategy? You really looked in control of your car out there. Hát sajnálom, hogy rosszák kiesett. Egyhogy voltak ugye balesetek, meg ilyenek lett. Jöhetett volna még előrébb is. Na, Science-ot vertük. Plusz 65 rúgó. Ó, lehet teljesen új szponzorokat választani. Na nézzünk egy-kettőt, hogy mi kell ahhoz, hogy ugye megadja a lóvét. Ennél például 20 konstruktőri pont. Ez pole pozíció, hát ez felejtős. Ugye egy hétvég alatt került meg 33 konstruktőri pont. Ennek 10-et kell előzni. Ez csak azt kell, hogy ne essünk ki a adott versenyen. Ez egynek jó lesz. Pol pozíciókról oda is. Leggyorsabb kör egy, azt ez a szezon alatt egyszer. Négy körig kell vezetni a versenyt. Ennél. Négy százkat kell menni egy hétvég alatt, ugye ennél a szponzornál, de soha nem sikerült. Ennél viszont nekem kellene a napversenyzőjének, szóval ez is jöhet ennek. Top 14-be kell lenni. Hát meg nézzük még. 10 körig kell vezetnem a versenyt. Egy dobogót el kell, hogy érjek. És ennél 20 konstruktőri pont.
Elünk. Hát nem tudom lecserélni. Jesus. Le akartam volna cserélni a másikat. Ha be lehet állítani úgy, hogy a még adja a legtöbb lóvét. Három korszerű pont egy verseny hétvége alatt. Hát ez szinte lehetetlen. Itt 20 korszerű pont kell egy verseny hétvége alatt. Vagy akkor lesz, hogy szeret meg én is, akkor az jónak számít. A szeren az maradjon meg. Hey boss, I think we could better manage our time by organizing some team activities. Most skipeljük. Na és fejlesztünk. Ezt tudjuk is. Nekem mit ajánl a... ezt. Na mi most az aerót csináljuk. Ez hát legyen meg. Elég durva összegekért mennek itt a dolgok. Na megbízhatóság. Itt van két más feles, ezt megcsináljuk. Ma azt is növelni kell. Na jó, és akkor szerintem legközelebb majd innen fogjuk folytatni. Remélem élvezhető volt, hogyha így van, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube-on, majd kövessetek be egy Twitch-en, Facebook oldalon, GTA-kon, minden elérhetőség ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!